Na most, ő egy reneszánsz ember volt. Tehát hogy, hogy én nem tudok más nagy gitárművész, vagy énekest, aki mondjuk tudja, hogy hogy alakult a rendszerváltása a Szovjetunióban, meg egyáltalán milyen rendszer volt. Mert egy másik világban élnek, nem ezzel foglalkoznak. Őt pedig, igen. Sziasztok, ez itt a Telex After, én Sajó vagyok. A mai adásunk pedig egy egészen különleges adás lesz, ugyanis fenncapó halálának 30. évfordulója alkalmából Denszki Gábor, egykori budapesti főpolgármester a vendégünk. Üdvözlöm! Jó reggelt! Életfe, köszöntöm a nézőket! Élt Antal Bálinttal fogjuk megkérdezni a uh, Volt főpolgármestert, ugyanis a Bálint írt nemrég egy nagyobb cikk a Telexon arról, hogy ki is volt Frank Zappa, miért volt annyira fontos, és ebben volt egy tökéletes részlet, amit én sem tudtam annyira, hogy Frank Zappa utolsó koncertjét a halála előtt Budapesten adta még hozzá az ön meghívására. Hát ez valóban így volt, ez egy hosszú történet, nem tudom, hogy hol kezdjem. Az elején. <laughs> hát az elején, az nagyon messze van az időben. 1991 nyarán, korai nyarán én kint jártam Los Angelesben, először Washingtonba hívtak meg, és aztán a barátaim Los Angelesbe is, és ott az volt az első számú cél, hogy találkozok Ronald Reagan-nál. Ő nem volt elnök már akkor, de volt egy hivatal a Los Angelesben. Dedikáltattam a könyvét, de nem azért mentem, hanem azért, mert 1984-ben engem elítéltek, de hat hónap felfüggesztetre. És azért függesztették fel az ítéletet, mert az ítélet hozata napján Ronald Reagan kiadott egy nyilatkozatot, hogy Nemzki Gábor ügyében az Amerikai Egyesült Államok pertárgyás és ítéletet vár el. Most abban az időben olyan erősen fügtünk az IMF-től és a Világbanktól, no. ahol az Egyesült Államok a meghatározó, hogy mindenki behúzta a fülét, torkát, és én nem letöltendő börtönbüntetést kaptam, egyébként rendőrverésért, hanem Juan felfüggesztettet. Ez egyedülálló, tehát senki más ilyen ítéletet nem kapott. Na most jóval később, amikor már először képviselő, aztán polgármester lettem, akkor kerestem Ronald régent, hogy ezt megköszönjem. És ez megtörtént. És hát nagyon kezdesen fogadott, mondott egy-két viccet, és dedikálta a könyvet. Nekem ez egy érdekes találkozó, és ez egy valódi köszönetnyilvánítás. Tehát nem mindegy, hogy az ember szabadlábon van, vagy nem egészen mindegy. Na most ezután, ez délelőtt volt, délutánra Frank Zappa személyesen meghívott. Tehát kint voltam, és nem tudom honnan értesült arról a baráti körömtől nyilván, hogy ott vagyok és meghívott a stúdiójába. És hát ez az egy nagyon érdekes helyszín volt, ahol éppen lemez felvétel volt, folyt az élet, és leült velem egy szobába, hogy euh, hát, hogy ő érdekli a rendszerváltás, és egy csomó olyan kérdés föltett, amiből kiderült, hogy követi is. Hm. Tehát tudja, hogy mi történik a Szovjetunióban, ki Gorbacsov, ki Václav Havel, stb. És Hát nekem az első dolgom volt az, hogy erről vele beszélgessek, és meghívtam Budapestre. Szerveztünk egy budapesti búcsút. Abból az alkalomból, hogy a szovjet csapatok távoztak abban az évben. Azonnal elfogadtam a meghívást, aminek nagyon örültem, és, és egyébként nagyon érdekes volt, amit mondott, mert kiderült az ő politizálásának a stílusa. Abban az évben talán, vagy szóval készült már egy elnökválasztási kampányra. És hát ő csak úgy beszélt, mint a disznókról, a, mondjuk a Ronald reagan Mások, és azt kérdeztem, hogy te hogy kerülsz oda hozzá? És akkor elmondtam, hogy hát ezért. És akkor úgy tágra nyílt a szem, hogy tényleg? Ilyen is? Hát igen, hát mert a, valójában a Jimmy carter kezdve több amerikai elnök is keményen kiállt az emberi jogokért, közöttük Ronald Reagan is. És ennyiben is, de egyébként más tekintetben is a kelet-európaiak másképpen ítélik meg őt, mint mondjuk az Egyesült Államokban a baloldaliak. Ez nyilvánvaló különbség. Tehát ő ebből, valamit ebből a történetből tanult, hogy hát ez, ez ennek volt valamiféle politikai haszna olyan téren is, amit ő respektál uh -huh. meg elfogad. Tehát erről beszélgettünk nem, nem túlságosan hosszan. És beváltotta ezt az ígéretét, eljött Budapestre. Milyen volt a... a, a, a volt az a stúdió? Ez, ez e, Beverly Hills-en. Aha, aha. Ez ugyan házabban a, alakított ki magának egy stúdiót, a, ahol gyakorlatilag a 70-es évek második felétől az összes lemezét ott rögzítette. Tehát ugye amint, amint tudott, ő meg is szabadult a kiadóktól. Éppen akkor is ez folyt. Igen. Tehát ott folyt a munka, miközben mi beszélgettünk a másik szobában. Egyébként hát az akkor nekem ott is kiderült, hogy ő minden hangszeren játszik egy gitár virtuos, és azon kívül énekel, és mindent csinál. Tehát abból a egy-két órában, amit ott eltöltöttem összesen rávárva, meg utána látszott, hogy az egész rajta áll. Tehát hmm. nélkül ez nincs. Igen. És mi, mi, mit jelentett, vagy az, az engem például abszolút érdekelne, hogy mondjuk a, a, kor magyar emberének, vagy az underground, meg, a, meg az újszerű zenének, zene iránt érdeklődőnek, de akár a rendszerváltó politikának mit jelentett Frank Zappa zenéje? Hát itt is távolabbról kell kezdeni. Tehát tulajdonképpen előbb volt Magyarországon underground, képzőművészetben is, zenében is, a punk, az URH, az Európa Kiadó, a Siamé, és ez olyan módon összefonódott, csak hogy érzékeltessem, hogy ez mennyire egy kör, hogy például Müller Péter Sziámé abban az időben a legjobb barátom volt. <laughs> együtt jártuk az országot kérdező biztosként, egy szobában laktam vele a Márti Szalkán, amikor a nem tudom melyik cégnek a megbízásából végig kérdeztük szabolcs már megyét, és amúgy pedig együtt laktunk később, amikor egy filmet készítettünk a a roma házépítésekről, tehát a csillakás építésről, környékén. Tehát azt akarom mondani, hogy a Rajk László például ugyancsak egy, egy, egy avantgárd építész, és Bachmann Gábor, akivel együtt dolgozott egy stúdióban. Tehát innen ez jóval megelőzte már a politikai ellenzéknek a megjelenését 1979-ben, és később is az összefonódás az. A baráti összefonódás és kulturális kapcsolat nagyon szoros volt. Olyannyira azt mondanám, hogy a, enélkül a, a kulturális underground, a zene és képzelőeszett nélkül szerintem nem lett volna politikai ellenzék, mert valahogy a hátteret, a családot, azt amire mi támaszkodhatunk, amire tudtunk, hogy mögöttünk vannak, azok azt ők alkották. Tehát akkor, amikor ugye Elkezdtük terjeszteni a kiadványokat, meg egyáltalán olvasó táborban gondolkodtunk, akkor tudtuk, hogy ez a biztos olvasó tábor. Tehát ez, ez, ez lényegében egy bából, egy buborék, mm. aminek van nem te, te, teljesen elválaszthatatlan két feltája. Bizottság együtt, stb. Akkor a, a az hogy került be a, a köztudatba egy olyan, olyan korba, amikor a zenéhez való hozzáférés egészen másként működött, mint most? Na, ugye, ugye sokan elmondják, Bánt is írt a cikkébe, hogy ő azon amerikai rockstárok egyike, aki sokkal népszerű volt Európában, pláne Kelet-Európában, mint Amerikában. Hát ezt nem tudom összehasonlítani, nem tudom, hogy mértéke ezt valaha. Nyilvánvaló, hogy a Szabad Európa ebben meghatározó szerepet játszott a különböző műsorai valahol a, 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 zenét hallgathatta itthon a közönség. Ezen kívül én már akkor láttam csak nem lemezeket. Én elmondanám, hogy ide Budapesten, amikor később megérkezett, úgy érkezett, hogy az összes lemezét, ami, hát egy jókora doboz. Az egy szép hát, igen, az egy nagy... Hár, szóval. Már akkoriban is, hogy ilyen ötven szám. vagy okay. valami hasonló, Követ, hogy é, ezeket dedikálva elhoztanák oh. Aha. É, És hát ez egy nagy kincs, ami máig megvan, és örülzöm, és büszke vagyok rá. De hát hogy hogy jutott el az embereket, nem tudom, de eljutott, mert amikor ö, megérkezett az egy érdekes történet, még majd elmondom, akkor a tavámban adott koncertet, Igen. és engem nagyon meglepett, hogy egy óriási rajongó tábor várta. Tehát ott szabályozni kellett azt, hogy a, oda volt ott egy lakókocsi vagy micsoda, ahová a lass táb működött, én oda vezettem, vittem be a capát, és, és ott kint vártak az emberek, autogramot kérve, meg egyáltalán szóval, hogy, hogy abszolút jelen akartak lenni, nem csak a koncerten, hanem egyáltalán. Tehát azt lehetett tudni akkor, ott a Babo Gyulával zenélt egyébként együtt, hogy a, a, ezek az emberek azért jöttek, hogy őt meghallgassák, gitározott és énekelt. És, azt, és annyit mondott még, hogy megköszöni az My Gypsy Friends-nek a közelműködést. Ugye itt Baba Zsula mellett, hogy Egri János volt basszusgitáron, Kőszegi Imre volt dobon, és Szacsi Lakatos Béla volt, ő billentyűzött, ami egy elég erős brigádnak Hát elég erős, valóban, és nagyszerű. A -a -az, -az, az, hogy jött össze, hogy pont ők állt a csapa mögére? Emlékszik, hogy ez, vagy ez valaki más szervezte? Nem szervezte ezt a világon senki, én azt hiszem, <hállt> 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 tehát, hogy, hogy azon kívül, hogy ő jön, és akkor valószínűleg a, valakit a városházán megkerestek, hogy Tabán van, akkor kérlek. Szóval, szóval, valahogy a városháza szervezte, de szerveződött. Tehát nem, nem, eleve a Tabán az egy kicsike kis helyszín, tehát nem férnek el nagyon sokan. Egy ideig működött csak, később sajnos már nem volt erre mód. Egy kicsike színpad van, de hát te, zsúfolásig tele volt. És, és tudták az emberek, hogy, ez, hogy ő ott lesz. Tehát valószínűleg nagyon egyszerű volt ez, hogy amikor az érkezéséről hírek érkeztek, akkor megkeresték az zenészek a városházát. Aha. Ez lehetett az útja. Aha. Mert amikor hazajöttem, interjút adtam arról, hogy én találkoztam vele, és nem csak Ronald régen, nel hanem is. Igen. Az érdekel egy kicsit, hogy azért ugye, ugye 91-ben vagyunk, Ugye amikor megérkezett a Bécsi búcsúba a cappal. Így van. Ugye 91-ben. Június utolsó vasárnapja, vagy szombatja. Szombatja. Volt, tehát az van, hogy sokszor, ha az ember találkozik azokkal a példaképeivel, kedvenceivel, hőseivel, akiknek a zenéjén felnőtt, egy csomószor az ember olyankor sokszor azt érzi, hogy jobban nem találkozni velük, mert hogy le, lebomlik az a fal, amit az ember elképzel róla, ilyesmi. Szóval volt ilyen élménye, amikor megjött Budapestre, hogy, hogy más milyen volt bármiben, mint amit elképzelt, vagy amit tapasztalt akár kint Amerikában? Ellenkezőleg. Tehát van az számomra egy fogalom, a reneszánsz ember. A reneszánsz ember az, aki tulajdonképpen a világ kultúráját, a művészetét, a mindennapi életet, mindent képes átfogni, megérteni, vagy legalábbis erre törekszik. Na most ő egy reneszánsz ember volt, tehát hogy, hogy, én nem tudok más nagy gitárművész vagy énekest, aki mondjuk tudja, hogy hogy alakult a rendszerváltása a Szovjetunióban, meg egyáltalán hogy milyen rendszer volt. Mert egy másik világban élnek, nem ezzel foglalkoznak. Őt pedig igen. Tehát lehetett vele politikáról, irodalomról, bármiről beszélgetni. Tudta, hogy ki a Václav Havel, és a Václav Havel mit írt? Hogy neki erre mikor volt ideje, mert, a, mert egyáltalán ez, ez hogyan lehetséges, ezt nem tudom, de tény. Hát. Nem tudom, hogy innen ment Prágából, vagy Prágából ide. Nem tudom, hogy Prágából jött ide. Lehetséges. Igen, ott is, hát a, 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 a Havel egyik, Havel nagyon jóban voltam, és aztán beszélgettünk is később a Czapáról. Tehát, hogy, hogy az Havel úgy fogadta, ahogy én. Tehát őt mindenütt, ö, valószínűleg Moszkvával kevésbé, é, nem tudom, Gorbacsoval valószínűleg nem találkozott, sőt biztos, de de a Havel az, az ilyen baráti módon, hát ő végül is ő, ő egy, ő egy színbőíró, ő, író, ö, a, és a, ugyanakkor a Karta 77 alapítója. Tehát ő is különösen nagyra értékelte azt, hogy ő az, az a két világban él, egyszerre él benne ebben a átalakuló világban, ami a szabadságról szól, ugye mi, Hát nem tudtunk másról beszélni, mint arról, hogy milyen világot akarunk teremteni, mi szabad, nem olyan, mint ma. Ugye? Tehát a, picit másképpen képzeltük ezt, és ugyanakkor pedig egy, egy zseniális művész, egy csodálatos, nagyszerű alkotó mű ember. És ennek volt köszönhető az is, hogy ugye a Havel, hogyha jól tudom, akkor a nyugati kereskedelmi, kulturális és idegenforgalmi nagykövetnek tervezte kinevezni a cappát, ami ugye végül az amerikai hatóságok miatt végül nem sikerült, úgyhogy nem hivatalos kulturális ataséja lett a Hát cseheknek. ez egy én, inkább címzetes cím, szerintem. Aha, aha. Hogy, ő, erről, erről, mit tud, hogy itt mi volt cappának a szerepe, vagy ezt, ezt mi, mi, volt a hát gondolata ö, mögött? Én nem tudom pontosan, de azt gondolom, hogy ezt kitalálta, mint egy költő a Havel, hogy hát legyen ilyen, miért ne, és amúgy pedig nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan működik. Tehát, hogy, hogy ez a valóságban mit jelent, nagyon jól hangzik, és ő már ezek szerint így érkezett ide. Itt nem merült fel, hogy a szappa egy hasonló, akár kulturális nagyköveti pozíciót, vagy címet kapjon, akár Magyarországon, mert azért hogy a Csehországban talán egy fél fokkal még népszerűbb is volt, mint nálunk szappa, mert ott talán. még a rockzenét is sokszor úgy hívták, hogy szappa zene. Itt Budapesten ez nem előfebb, pláne mondjuk a halála után, hogy valamilyen módon megemlékezzünk arról, hogy azért a, a Frank Zappanak Budapest az ilyen szempontból egy ilyen már-már utolsó állomás volt a karrierében? Akkor még nem volt diszpolgári cím. Tehát ez egy későbbi találmány a Budapestnek, hogy azokat, akik a városért valamit tettek, vagy a város számára fontosak, vagy azokat, akiket nagyra tattunk, azokat ezzel a címmel meg. Ö, ö, a, ha szóval ezt a címet adományozzuk nekik, ha lett volna, akkor bizonyára. Tehát ilyen módon, azonban én nem hiszem, hogy volt más olyan művész, zenész, talán Pavarotti. Igen. Pavarotti szintjén én foglalkozott vele akkor Budapest. Aki, neki díszvacsorát adtunk, kétszer is itt Budapesten énekelt. Meghívott egyébként magához, és a Rudas Lászlónak hívták akkor a menedzserét, az jelezte, hogy hát akkor hozza Budapestre Pavarottét, amikor akarja. Tehát hogy Pavarotti ugye, a, a, az a tenor, akit bármikor megismerni a hangjáról, a legnagyobb tenor. Most ezen a szinten fogadtuk Cappát is, majd kezeltük őt is. De Pavarotti is lett díszpolgár, tehát hmm. ez nem, nem volt tulajdonképpen olyan, ilyen lehetőség, és, és szerintem Havelnak sem volt. Tehát ő költőként kitalálta Na, ezt. Az. Aha. Azt sem előtt fel, hogy akár évek, azért elég sokáig volt főpolgármester, és ugye azért a köztelek elnevezése, ugye pláne mondjuk a tarlós idején, például az Elvis Presley Park. Berlinben egyébként van is Frank Zappa stressze. Például, hogy Igen, ez például a felső Budapesten, hogy azért a Zappa egy olyan, olyan figura szerintem, hogy mondjuk ha Kalambónak lehet szobra a, jel, akkor mondjuk Frank Zappának miért lehetne egy hasonlója? Hát a nyolcadik kerületben a Tilos az A, az innen kapta tulajdonképpen igen, a nevét. Czapakávézó, igen. Ja, igen. lett, tehát ez valóban megőrizte a nevét. Oda vittem el az akkori feleségem már Iva Verával, és van, így, fotók vannak erről, hogy ott megjelent. És hát ott is egy rajongótábor fogadta, tehát ő nagyon-nagyon ismert volt, tehát én nem hiszem, hogy van ebben különbség Budapest és Prága között, nincs. Nálunk nem, nem költő író volt az állam, illetve, de még ebben is van hasonlóság, csak a Gönczárpád egy másik nemzedékhez tartozik, tehát ő valószínűleg kevésbé ismerte a mint mi. A koncertre mennyire emlékszik, amit adott végül? Van-e valami erős emlék belőle? Ö, ö, szerintem egy, körülbelül ugyan 20-25 percet zenélt. És annyit mondott már korábban előtte, hogy, hogy ő nagyon beteg. Tehát, hogy, és hát jelez, hogy közel a vég. Ezt ő mondta is? Igen. Ugyan, hogy ő halt meg végül, Igen. nem sokkal később? Azt nem tudtuk, Aha. csak annyit tudtuk, hogy rák. Aha. És uh, Rajk László lakásában fogadtuk egyébként a baráti körömmel, és hát ott, ott erről beszéltünk. Tehát az, hogy, hogy a koncert ennyi ideig tartott, ezt ő szabta meg, hogy ennyi ennyit szán erre. Nem tudom egyébként, hogy valóban ez volt az utolsó koncert. Azt hallottam, vagy olvastam valahol, lehet, hogy tőled, hogy volt még még egy talán. De az egyik utolsó, az biztos. Igen, és én úgy tudom, hogy ha nem is ez volt az utolsó, akkor az utolsó, amit gitára játszott, az biztos, hogy a budapesti volt. És csodálatosan játszott. Tényleg, újrási élmény volt. Nagyon nagy élmény volt. De az, az, is nagyon nagy élmény volt, megható volt az a szeretet, ahogy fogadják. Tehát, hogy nem, ez nem a szokásos. Meglepődött rajta egyébként? Nem, 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 hát a, szem, a személyiségéből is adódik ez. Csak azért, mert hogy... Pont nyitott és kedves és sármos. Tehát nem, egyáltalán nem az elit művész, aki, akit nem lehet megközelíteni és nagyon nagyra tartja magát. Tehát ő bárkivel azonnal beszélgetni kezdett és nyitott volt. Ami nagyon érdekes nem Cappába, ahogy a politikájával foglalkoztunk egy picit az elején, de hogy ő egy ilyen konzervatívabb Öh... Konzervatív liberális volt. Ami egy olyan fogalom, nem tudom, hogy a mai magyar politikai spektrumon egyáltalán létezik-e konzervatív liberális. Ez, engem is érdekelt, hogy egy, hogy Czappának olyan miben merülhetett ki a konzervativizmusa annak ellenére, hogy jóformán mindennek és mindenkinek ellenébe ment. Hát inkább anarchista volt szerintem, Igen. valójában. Én de így nevezte magát, hogy egy konzervatív liberális. Hát egyébként ő minden ellen a kon korrupció ellen, de elsősorban a farizeus álszent viselkedés és beszédmód ellen lépett fel. Tehát, hogy, hogy ne hazudozzunk már. Tehát, hogy, hogy, éljünk egy igaz világban. Ez egy szép eszme. Hogy mondjuk ki, nevezzük nevén a dolgokat. A, a diktatúrát diktatúrának például, a cenzúrát cenzúrának például. A, nem tudom, szóval gyakorlatilag a, legész egész nézetrendszere a számomra anarista liberális, anarho liberális, vagy valami ilyesmi. De hogy a konzervatív vagy a de ezt nem tudom. Akkor valószínűleg, is érdekes az, hogy, hogy valószínűleg ezért is vonzódhat annyira a rendszerváltás, a kelet-európai rendszerváltáshoz, mert mondjuk azok a politikusok, vagy hát rendszerváltó emberek, azok az ő értékrendje szerint valószínűleg őszintébbek lehetek, mint mondjuk akár egy Ronald Reagan, vagy maga az amerikai establishment, hiszen itt azért mégiscsak egy hogy is mondjam, hogyha egy rendszerváltást akar valaki, ott nehéz forizeusnak lenni, Igen. nem? Egy picit. Igen, hát itt az a helyzet, hogy mi eh, akkoriban, főleg elsősorban én azt gondolom, hogy a rendszerváltó eh, értelmiségre mindenképpen ez igaz, amit mondok. Eh, mi, mi nem a azt néztük, hogy a közönségkutatások szerint mely nézetek népszerűek, és mi, mivel fogunk szavazatokat elérni, hanem mondtuk, amit gondoltunk. Most egy diktatúrában az, ez nem olyan nehéz. Tehát akkor ez a nyílt, őszinte beszéd kultúrája volt, ami azonos volt lényegében azzal, ahogy ő. Ugyan mi nem neveztük disznónak, még nem tudom minek a, a, a politikusokat. Tehát ő ebben a Keményebben, erősebben fogalmazott, és másképpen, de kétségtelen ugyanaz a, az alapattitűd, hogy kimondjuk, nevén a dolgokat, ez megvolt. És ez azon alakul át, a média alakítja át, tulajdonképpen, hogy, hogy egy idő után elkezdenek a politikusok a kamerába úgy beszélni, hogy, hogy azt látják, hogy itt az átlagnéző van. Tehát nem nem az az érdekes, hogy én mit gondolok, hanem az, hogy a másiknál a, ennek a recepciója, a fogadtatása mi, és hogy ez tetszik, vagy nem tetszik. Ha most abban az időben bennünket ez nem érdekelt. Mondták is nekem egyébként, a, akkoriban a főpolgármester helyette Székely Gábor, hogy Gábor, te úgy beszélsz, mint hogyha az ellenzéked lennél. Mert megpróbáltam kritikusan, analitikusan leírni a dolgokat, tehát nem, nem, pedig célokat meghatározni feltétlenül, vagy, vagy nem törődve azzal, hogy ennek mi a fogadtatása. Mondtam, amit gondoltam. É, idéztek öntől, a, amíg a Magyar Narancsban írt egy nekrológot a, Igen. a halálára. és itt volt egy érdekes pont, amit, én most fel is olvasnék, hogy Frank leginkább alacsony adókat és kevésbé kellemetlenkedő kormány követelt, hogy mondod, te is kérdél a könyvében. Hát így van, tehát az alacsony az azt jelenti, hogy gyenge állam. És ennyiben, <laughs> te, tehát hogy, hogy mi is ezt akartuk leépíteni, ezt a centralizált, bürokratikus túlhatalmat, kevesebb államot, ami azt jelenti, hogy az olcsóbb állam, ami azt jelenti, hogy kevesebb adók vannak. Tehát ugyanazt akartuk, amit ő. Ez teljes egyetértés volt ebben. És ez, ez volt az alapja egyébként? Uh... És egyébként le is építettük valamennyire, tehát szerintem nem elég, és önkormányzati viszonylatban túlságosan decentralizáltuk, és ez jó sokba került, de ez a hiba. Tehát hibákat, nagyon nagy hibákat el is követtünk. Ez volt Cappának, a, ugye, hogy tervezett indulni az amerikai elnökválasztáson, ez volt a programjának az alapja is, vagy erről, erről beszélgettek, hogy itt, itt mi, mi volt az ő fejében, vagy miért miért kergetett ilyen ambíciókat? A kampányról nem, de az nyilvánvaló volt, hogy minden, amit ő hall, amit a rendszerváltás kapcsán tőlünk hall, az beépül. Tehát kíváncsian kérdezett. Ő nem, tehát ő nem politikus volt, hanem művész egy világsztár, aki most idejött tanulni, hogy hát ez hogy is van, meg, meg kérdezgetett bennünket. Ennyiben valószínű, sőt egészen biztos beépült. Na most ez a nyilvánvalóan az ő kampány a gegekre épült, tehát hogy viccre, humorra, alapvetően ez volt a jellemzője, hogy, hogy időnként úgy hogy meg kellett fejteni, hogy most mit is akarsz mondani. De tehát tehát hogy tulajdonképpen egy vicc kampányt persze, indított? Természetesen. Tehát hogy ez azért nem volt egy komoly törekvése részéről, vagy ezt nem ő, lehet ő azt mondta, hogy halálosan komoly. De ez is hozzátartozott a gekhez, hogy ez halálosan ha. komoly. A, ez azért is érdekes egy kicsit, mert, mert, hogy is mondjam, a a, a CAPPA zenéje az szerintem kevésbé érthető a sima laikusok számára. Szóval nekem a Czappának a, a magyarországi rendszerváltás előtti, meg rendszerváltás környéki az volt egy ilyen nagyon nehezen megfejthető dolog, és itt bárint azért rád is nézek, hogy például te mit erről, de akár önre is, hogy de azért a Frank nem egy Rolling Stones, nem egy ACDC, nem egy Led Zeppelin, nem olyan zenét játszott, amit, amit azért egy átlagosabb ízlésű vagy érdeklődésű ember is be tud fogadni, hanem az ő zenéje egy kifejezetten elvont, hogyan is mondta, humorra építő, stílus paródiára építő zene volt. És ezért nekem egy ilyen érdekes téma, hogy hogy tart ez pont Magyarországon, ahol aztán pláne sokkal kevesebb zene volt, hiszen nem lehetett akárkinek lemeze például Magyarországon. Hogy ön ezen gondolkodott már, hogy mi lehetett az ő titka, hogy ennyire, ezzel ennyire megfogta ezt a térséget, a cappa zenéje? Csehország, Lengyelország, Magyarország? Hát ez egy érdekes kérdés. Ami biztos, az, amit az előbb mondtam, hogy mint egy reneszánsz ember, ő a zenéjében egyesíteni akartam mindazt, amit a világ zenéjében addig játszottak. Tehát az, hogy felbukkannak különböző motivumok a legkülönbözőbb korokból, a, a reneszánsz, a barok zenéből, és ráismerek motivumokra, ez azért volt, mert ő, ő ez, ezeket hallgatta. Én úgy tudom, hogy operát is írt egyébként. Igen. É, é, me, ha, meg is hallgattam annak idején tehát hogy hogy eh, igen tehát hogy a, a a világ zene volt az ő zenéje egyedülálló volt ebben és ez a közönség itt ez nyitott volt mindenre tehát ennyi, ennyiben lehetett más tehát nem volt ennek egy egy kialakult recepciós kultúrája hogy ezen és ezen a csatornán ezt és ezt uh -huh nagyon, nagyon nyitottak voltunk mindenre, így ő rá is. De természetesen szerettük a Rolling stones Meg, jó, és David Bowie-t és Lou reed aha, aha. Tehát azért az, az én igazán meghatározó nagy kedvencem az Lou volt a számaival együtt. Tehát a, ebből az időből. De Ezt mindezt együtt. Szerintem bizonyos szempontból előnye is volt Hogyha a kereskedelmi vagy kulturális siker szempontjából nézzük azt, hogy annyira más volt, Czappa zenéje, mint minden addig, vagy abban az időben, tehát, hogy valóban a... Pont az jót Igen, és, 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 és ahogy azt ön is elmondta, ugye itthon már azért volt akkoriban egy erre kíváncsi réteg, aki mondjuk a, a bizottság, meg annyi ilyen alternatív kultúrából táplálkozó zenekarnak a zenéjét hallgatta, és ezek, ezek az együttesek szerintem abszolút ugyan, tehát besorolhatók abba, abba a hullámban, amiben egyébként Czappának az zenéje is... A tírtó cikkedben az, hogy a Cappának volt egy nagy projektje, hogy szeretném minden országban egy-egy helyi hangszer segítségével felvenni egy lemezt, ahol minden országnak a kultúrája megjelenik. A magyarországi, hogy is volt a magyar történet Ott a... Magyarországon egy tárogató és egy cimbalom művészt látogatott meg, ha jól tudom, amikor itt járt 91-ben, és ugye erről, erről, egyébként egy interjú részét is fönnmaradt, amikor a feleségével, ugye Gail Cappával meglátogatták ezt a tárogató művészt. Igen, neki az volt a terve, vagy ak akkoriban, amikor itt járt, amivel aztán sajnos később nem lett semmi a halála miatt. Az volt a terve, hogy egy olyan lemezt rögzítsen, ahol sok ország, most azt már meg nem mondom, hogy minden országot ebbe szeretett -e volna vonni, de szapát ismerve valószínűleg igen. Lehetőleg több országnak a helyi zenészei a tradicionális hangszereiken játszva mm. alkossanak egy zenekart, és az volt egyébként a nagy terve. Hát erről csak beszélt a Rajklasszinál, amikor volt időnk egy, egy órát vele beszélgetni tehát arról, hogy itt tárogató művészeknél is voltak, és hogy ez hogyan is volt, Géllel együtt, a feleségével együtt látogatták őt meg. De egyébként mindez arra rémel, amit az előbb mondtam, hogy a világzenet, tehát hogy mindent, mindent egybe fogni, és, és hát az én zeném azt képviseli ezt, a világzene. Mindent, amit eddig tudtunk és játszottunk, azt, azt mi felhasználjuk. Ugye a budapesti búcsú koncert után, nem tudom mennyi ideig maradt még Budapesten vagy Magyarországon, utána ment is tovább. Igen. A rákövetkező nap, ha jól tudom. Is Aha, megért. ment és tovább. Ö, ön utána még találkozott vele? Nem. Már nem, Akkor már csak a halálhírét hallotta. Mennyire, hogyan érintette önt? Mert azért, azért el tudom képzelni, hogy ahogy is mondta, meg ahogy a, a korabeli visszaemlékezésekből is lejön, hogy tényleg annyira fontos ember volt ő a magyar kulturális élet egy bizonyos szegmensének, hogy el tudom azt képzelni, hogy ez a hír még úgy is megcsapta önt, hogy közben tudta, hogy, hogy, hogy haldoklik. Tudtam, tehát tulajdonképpen az a búcsúzott, hogy nem fogom látni. Hm. É, tehát nem, nem volt váratlan, de, de mégis valahogy egy, egy, korszak lezárult. Méghozzá én, érdekes módon az én számomra ez úgy volt, hogy é, a 70-es évek második felétől a 80-as években meghatározóan a, a bizottságtól, a Ke ja, a Kexel kezdődött mm. ugye minden. Éj van, éj van, Aztán van. bizottság, URH, Európa kiadó stb. Őket hallgattam David Luri dal együtt. És amikor a polgármester, egyébként nagyon szeretem a klasszikus zenét is, tehát akkor a, a számizdatokat nyomtattuk, mi Mozart operákat hallgattunk. Tehát, euh, tehát sokféle zenét szeretek, de úgy éreztem ez, hogy egy korszak lezárult. Méghozzá az az euforikus korszak zárult le, ami a rendszerváltást jellemezte. Hmm. Amikor még csak remények vannak, amikor még minden kell, amikor a szabadságot próbáljuk meg formába önteni, hogy mi mit is gondolunk és mit is csinálunk, és szembe találkozunk azzal, hogy a realitás egészen más. Mondok egy példát erre. Hogy amikor először a Magyarország gyűlésbe beültem, mint képviselő, hetedik, Ezsebet város választott képviselője, akkor én körülnéztem és néztem, hogy hát itt van Magyarország. Itt én tíz emberen kívül, akik a mi franciumban voltak, vagy húsz, senkit nem ismerek. Ezek hogy kerültek ide? Szóval, hogy szembe jött velünk a valóság. És hát velük kellett törvényt alkotni, meg MDF kormány volt, meg stb. Tehát, hogy úgy lassan-lassan találkoztunk azzal a világgal, ami ma már meghatározó. Ma már teljesen elnyomta azt a világot, amiről az előbb beszéltem. És Czappa akkor tulajdonképpen ennek a egy és az álmodozásnak volt a szimbóluma? A szimbóluma, tehát az ikonikus ikonikus figurája, aki megtestesítette ezt, az előbb említettekkel együtt, a magyarokkal és él David és Lóri. De egyébként ők ketten szerencsére voltak a vendégeim, meg. Lóri, meg a, a szigeten, Igen. De tulajdonképpen bizonyos szempontból, ha utódot keresünk, akkor Magyarországon a sziget és a sziget kultúrája az, ami folytatja azt, amit ők elkezdtek. A Müller Péter Sziámi jött be hozzám, hogy csináljuk meg a szigetet, az egy nagyszerű találkozóhely lesz, és akkor néztem, hogy Péter, mi, mi csodát, mi az, hogy találkozóhely? Hát az, és akkor te nem értesz a szervezéshez, Péter, hogy fogod ezt megcsinálni? És akkor mondja, hogy hát nekem van egy menedzserem, az majd megoldja. De hát hogy? És akkor itt száz zenekar lesz, és te, teljesen el voltam képedve. És a Gerendai volt az, Aha. A, aki másnak megjelent, Hát nem túl jól öltözötten, és, és a titkárnőim nem értették, hogy hogy merem én rábízni ezekre az emberekre a hajógyári szigetet, ugye, és egy ekkora rendezvény. És milyen csoda lett belőle Igen. tulajdonképpen itt. De a, annak az zenének a sokfélesége, ami ott van, hát ott, ott egyébként egy ideig a főváros szponzorálta az, hogy legyen opera is, Aha. meg jogakurzus, meg nem tudom én, mindenféle csoda. Tehát ez a folytatása ennek. A... És a Müller Péter Sziámi hozta. Az nem véletlen. És akkor találkozott Bóvival meg Luriddel is? Mind a kell, ott is és másutt is. E erre muszáj egy kicsit kitérni, Jó, hogy a Tóth beszélgetünk, de az érdekelne, hogy ugye, ugye, hogy azért szintén két talán még ismertebb ö, 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 emberről is beszélünk. Sajnos vitathatatlan. igen, és Bóvész szem, szemében. Velük hogy találkozott a Szigeten kívül? A Núriddal kétszer vagy háromszor is, nem emlékszem pontosan, a, a Petőfi csarnokban is, az akkor működött még. Ő Rá az a jellemző, hogy én ismertem a számait, kívülről tudtam a szövegeket, és hát idézem egy-egy szöveget, mert beszélgettünk róla, ő roppant közvetlen és nyitott. Tehát, hogy, hogy ő, egy, ő, egy, ő, egy, ő, egy, ő egy költő aki egy dalnok, aki énekel, mint a, a, egy jelenség, de roppant emberi közelségbe kerül egy pillanat alatt. A David Bowie egy világsztár. Tehát vele lehet néhány mondatot váltani, és dicsérni őt, és akkor... De egyébként, hát én nagyon nagy tisztelője voltam, mert ebben a zenei, a különböző korszakaiban különböző zenéket játszik. És ebben a sokféleségben hasonlít a cappára. Tehát, hogy ilyen korszak, az a korszak, a, a tehát, hogy, hogy mind, mindegyikben más, más figura és más zene jelenik meg. Ő is megpróbálja magához ölelni a világmindenséget. mindenséget. Hát. a végére az megkérdezném, ami Ugye a Bálint nagy cappalajongó, és mindig így megadtam őt, hogy de figyelj már, akkor így annyi zenéje van cappának, így mit hallgassak egyáltalán, hogy ha így képbe akarok kerülni valamennyire, hogy Önnek melyik volt a legfontosabb Capa De Én ahol? nem tudok ilyet mondani most. Nincs Igen? ilyen? Nincs, nincs, annyi mindent Igen. hallottam. Igen? Nem. Nehéz. Ez nehéz. nehéz Mikus a... szindróma. Hát egész egyszerűen annyi, tehát egyrészt mennyiségben is Aha. elképesztő, tehát ugye életében jelent meg 64 lemeze, amit ugye később az, örökségére, az örökség ápolására létrehozott kiadóval ugye a családja még annyival kiegészített, tehát ez összesen már 120 album meg még az azóta fellelt és a saját gyűjteményéből előkerített élőfelvételek, illetve különböző másmilyen felvételek, még nem jelentek meg lemezben, tehát ez már önmagában annyira befogadhatatlan, uh -huh. és még akkor arról is beszélhetünk, hogy ahogy a cikkben is írom, tulajdonképpen külön dalaival oldalakat lehetne teleírni nem nemhogy még ezeknek az összességével, amiket meg ugye lemezként adott ki, Úgyhogy ez egy valóban egy, egy elég nehéz kérdés, hogy, hogy hol, hol kezdjünk cappával, vagy, Aha. vagy mi, mi, a jó kiinduló pont. Szoko nincs olyan erős uh, cappa zene, ami viszont minden másik jobban kiemelkedik ennek, ami azért meghatározó. Minden, minden, zene ilyen. Aha, minden zene ilyen? Aha. Tehát, hogy nem, 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 kötődöm egyik számához sem ilyen módon. Inkább, az Inkább ilyen. azt mondanám, Aha. hogy Megdöbbentő az, hogy olyan szabadsággal vették fel ezeket a, a lemezeket, hogy gyakorlatilag időnként megszakad a zene, és akkor élőbeszéd van, és akkor valami váltás, vagy, vagy a hangszeren, vagy, vagy hangolni kell a hangszert. Vagy, szóval az élet jön Igen. a lemezekből, nem a, a mű, nem a steril művészet, hanem az élet maga. És egyébként Cappán személyesen, vagy nekem van, van egy kicsit egy, egyfajta ilyen alapélményem, vagy gondolatom erről, hogy a, aki ennyire a művészetnek és a művészetben él, és egyébként a művészete pedig ennyire szertágazó és ennyire ilyen megfoghatatlan és megközelíthetetlen, az sokszor ö, ezekhez az emberekhez személyesen vagy emberileg is nagyon nehéz kötődni, mert egy annyira másik világban léteznek, hogy, hogy van egyfajta távolság, ami ilyenkor kialakul egy, egy átlag halandó és a művész között, hogy szapán akkor ezt, hogy, ahogy ön említette, hogy egy végtelenül közvetlen ember volt, akkor ezt nem lehetett érezni ezek szerint? Egyáltalán nem. Tulajdonképpen a, szerintem a, 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 az elit kultúrának és művészetnek tényleg az egyik sajátosság ez az elzárkózás. Öre ez egyáltalán nem volt igaz, tehát hogy a pillanatok alatt teremtett kapcsolatot, tanulni akart mindenkitől, és kommunikált. Tehát ez, a, amikor elvittem a Rajklacihoz, percek alatt barátkozott össze az emberekkel. Tehát, hogy nem, ellenkezőleg. Tehát, hogy a mindennapi életet nem nézte le. Hmm. Ez, és, az, és, az át, és, az, embereket. Tehát, hogy, hogy, nem, nem különböztette meg magát. Én is olyan vagyok, mint te egyenlők vagyunk. Tehát ez a, az alapállás, ez nekem nagyon rokon szembes volt vele. Nagyon könnyű volt vele. Könnyű volt. Mindenről azóta direktben mondta, hogy igen, nem, így csinálják, úgy csináljuk. Hmm. Nekem még az utolsó kérdés, és muszáj ez egy kicsit, mert tényleg érdekel. A, ön támogatná, hogy mondjuk tegyük fel, tényleg elnevezzenek róla akár csak egy kis teret, egy parkot, vagy más Budapesten? Természetesen. Tehát ez és kellene rá. vajon? Kellene. Hát egyébként ez, hogy, hogy a, egy, egy kávéház megvan, ez azt jelzi, hogy erre van igény, ennek megvan a közönsége, és igazából ezt a közgyűlés dönti el. Mondjuk az a nehézség Budapesten, ezzel foglalkoztam sajnos elég sokat, mert százszámra neveztünk át és utcákat, hogy foglaltak a helyek. Tehát, hogy megtalálni azt a helyet, valahogy azért olyan helyet kellene találni, ami hozzá kötődik. Például Tobánban azt a parkot el lehetne nevezni, ahol ő játszott. Ez az én ötletem. Lehet, hogy lehet jobbat találni, plusz ez a coppa kávéző, akkor megvan. -a. Igen. két, két pont. pont. Két pont igen. Na, azt szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívást, köszönöm, és hogy, köszönöm, és köszönöm, és beszéltünk Frank Ugye most volt december 4-én, ugye? 30 éve, hogy, hogy elhunyt Frank Szappal. És azért jó, hogy van egy ilyen magyar vonatkozás, azt szerintem az ő karrierének ilyen szempontból. Hát szerencsére, és szerintem ez, ez, egy, ez, ez Amit egy örök, ez is köszönöm. Ami, köszönöm igen, egy ami, köszönöm. Ami, 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 egy szuper dolog szerintem, hogy ezt, ezt legalább mi elmondhatjuk magunkról, hogy, hogy, hogy így kötődünk Frank Szappához. Köszönöm a szabadság szellemét hoztál ide. Így van, köszönjük szépen. Köszönjük a Gábornak, és köszönjük Báint, hogy beülti a műsorba, és köszönjük, köszönjük nektek, hogyha végignéztétek. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, én jövök hamarosan új témákkal és új vendégekkel. Sziasztok!